A tavalyi helyszínre a minifoci pályára várják azokat, akik a környék falvaiban termett gyümölcsökből készült termékeket szeretnék megvásárolni. Idén egyel több település Székelyderzsel együtt összesen 18 vesz részt a szeptember 21-e és 23-a közötti fesztiválon, ahol több mint 220 féle hazai lekvárt, kompótot és szörpöt, gyümölcslevet lehet megkóstolni és akár haza is vinni. A vásárt többféle kulturális program is színesíti. A fesztivál körítése ugye az mindig egy kulturális program, amire az idén is nagy-nagy hangsúlyt fektetünk. Hát 18 fellépő lesz, ami nagy öröm számunkra, hogy most már más falvakból is jelentkeznek, és azt mondják, hogy hát nekünk is van helyi produkció, és beszeretnők mutatni lehetséges-e. Mi ezt bátorítjuk. A szombati nap, majd szombat délután egy szabadtéri táncházat szervezünk. Megkértük a helyi táncműhelyeseket, hogy jöjjenek el hozzánk, segítsenek ebben a munkában, és hát legyen ez egy ilyen közös ünneplés. A kezdeményezők azt vallják, hogy a helyi termékek megvásárlásával a helyi munkaerőt lehet mozgósítani. Fő céljuk az udvarhelyszéki kistermelők felkarolása az ő termékeik népszerűsítése által. Céljuk továbbá a kézzel készült egészséges helyi termékek méltóbb el- és megismertetése. Az idei gyümölcsfesztiválhoz kapcsolódik, hogy egy fotópályázatot is meghirdettek, melynek témája a helyi gyümölcsök és az ember közötti kapcsolat megjelenítése. A szeptember 14-ig beküldött pályamunkákból kiállítást szerveznek a rendezvényen, melynek lejárta után az alkotásokat a művelődési házban lehet majd megtekinteni. Van már egy felhívásunk, a fotókiállítás, a fotópályázat. Itt arra gondoltunk, hogy hát igazából akik fotózással foglalkoznak, járják körbe udvarhelyszíket, vagy más olyan települést, ahol helyi gyümölcs van, és fotózzák le az őszi munkát, lessenek be úgymond a konyhába, és küldjék el ezeket a fotókat hozzánk, és majd a Danubiusba pihenjék ki magukat egy hétvégén. Azt szorgalmazzák, hogy az árusok közösen jelenítsék meg saját falujukat, hiszen ez a fajta együttműködés hiányzik még a térség lakóinak mindennapjaiból. Az udvarhelyszéki gyümölcsfesztivált a Falu a Városban elnevezéssel idén negyedik alkalommal szervezi meg a Civitas Alapítvány, a Polgári Társadalomért és a Székely Gyümölcs Egyesület.